18 egyesület 350 versenyzője mutatta be gyakorlatát a 6. Kaiser Komárom kupán november 24-én és 25-én a sportcsarnokban. Ezúttal a Kaiser Automotive Hungária Kft. Névadó szponzorként csatlakozott a rendezvényhez. Az évente kétszer megrendezett kétnapos országos meghívásos ritmikus gimnasztika versenynek egyre több a résztvevője. Szombaton a duo, trió és a csapatversenyek kezdődtek délelőtt, délután pedig a versenysport másod és harmadosztályos versenyzők voltak, ahol nagyon kiemelkedő eredmények születtek a komáromi tornászok részéről, hiszen Nagy Hanna, Szépszögi Laura és Lipót Júlia is összetett bajnok lett, illetve több dobogós helyezést is értek el a lányok. A mai nap folyamán vasárnap pedig a szabadidősport egyéni versenyeket láthatjuk. Mindkét nap egész napos a verseny. Az egyesületek nagyon messziről érkeztek, Komlóról, Budapest több pontjáról, Velencéről, Csömörről, Vecsésről, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen nagy létszámmal tudjuk fogadni az egyesületeket, és minden évben hál' Istennek nagyon pozitív a visszajelzés. Amikor évekkel ezelőtt elkezdtük rendezni ezt a versenyt, én magam sem gondoltam, hogy ez ilyen nagy volumenű rendezvény lesz, és ez köszönhető annak, hogy a támogatásunk, az egész egyesületnek, illetve a szakosztályomnak a támogatása az töretlen, köszönhetően a Városi Önkormányzatnak, illetve a Komárom Városi Sportegyesületnek. A sportrendezvényen az óvodás kortól a 17 éves korosztályig mérették meg magukat a lányok. A komáromiak igazából azt várom, a lányoknak is mondtam edzésen is, illetve verseny előtt is, hogy hazai környezetben nagyon szép dolog versenyezni, hiszen mi azért elég sokat utazunk, és hogy hazai közönség előtt, amikor a család, a barátok, az osztálytársak ki tudnak látogatni, akkor élvezzék és jó kedvel, és magabiztosan versenyezzenek, és ez többé-kevésbé úgy gondolom, hogy inkább többé sikerült is a lányoknak, és nagyon jó érzés látni, ahogy a szülők is segítenek, és igazi csapatmunka ez a verseny, és tényleg a lányok is nagyon élvezik, nem csak a versenyző, hanem a rendező szerepét is, és abszolút mindenki kiveszi a részét ebből a rendezvényből. Tehát ez egy nagyon jó csapatépítő jelleg is nálunk az egyesületen belül. A rendezvényen dr. Molnár Attila köszöntötte a versenyzőket, családjaikat, az edzőket és a szervezőket. A városvezető adta át a legjobban teljesítőknek az érmeket. Azt is hadd mondjam el nagy büszkeséggel, hogy mind anyagilag, mind létesítményekben igyekszünk a sportot kiemelten kezelni a városban. Ennek köszönhetően több mint 300 millió forintot fordítunk arra, hogy a sportegyesületeinknek a működési támogatása biztosított legyen, és nagyon sok forrást, akár pályázati forrást, akár saját erőt fordítunk arra, hogy a megfelelő létesítmény helyzet is biztosított legyen. Ennek köszönhetően elmondhatjuk, hogy Komáromban közel 1500 igazolt sportoló van, és annak a háromnegyede gyermek, amit kimondottan én azt gondolom, hogy büszkén vállalhatunk, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt sikerült elérnünk. Lipót Júlia plusz edzésekkel készült a Kaiser Komárom kupára. A befektetett munkának meglett az eredménye. Üzemezte sportot, a karika a kedvencem, mivel hát az már eléggé be van állva a kezemre, a labdát azt nem annyira szeretem. És eddig milyen eredményeid van? Hát most a tegnapi versenyen megnyertem az összeset, a labdában lettem harmadik,
összetettbe bajnok lettem, és karikával is. És van valamilyen konkrét célod ezzel a sporttal? Szeretnéd folytatni még sokáig? Igen, szeretném, országos dobogó szeretnék lenni jövőre.